Azt mondják rólam egyébként, hogy uh, szigorú vagyok, de hogy és hogy nagyon értékelik bennem azt, hogy ember maradtam. Én azt látom, hogy te most rendben vagy önmagaddal. Én három hónapot voltam otthon szülési szabadságon, ha úgy hívják, gyakorlatilag nem is voltam szülési szabadságon. Szerintem semmi baj nincsen azzal, hogyha valaki annyi idősnek néz ki a fotója, mint amennyi valójában. Elkezdtem megtanulni táskákat horgolni, azzal elkezdtem üzleti eseményekre járni, és akkor azt mondták, hogy ez annyira baromi jó, hogy, hogy ebből valamit ki kellene találni. Miért kell, hogy a vezető az egy szigorú, nagyon kemény valaki legyen? Csak ez lehet a jó út. Természetesen a cég arcaim vagyok, úgyhogy ebben nekem bele kellett akkor állni, ami nem volt az elején Adnod egyszerű. Adnod kellett az arcodat hozzá. Ez itt az Adom az Arcom Podcast. Portrék vezetőkről úgy, ahogy eddig nem láttátok őket. Merüljetek el velünk a személyes történetekben és az igazi kulisszatitkokba. A házigazda Tóth Balázs, Magyarország első számú üzleti portréfotósa, aki ezúttal nem csak a kamerát, hanem a mikrofont is megragadja, hogy megismerhessétek az igazi arcokat a márkák mögött. Sziasztok, én Tóth Balázs vagyok, üzleti portré és headshot fotós. Az elmúlt kilenc évben több mint 5000 üzletember portréfotóját készítettük el a csapatommal. Amikor valaki eljön hozzánk egy ilyen fotózásra a stúdiónkban, akkor nem az az első, hogy belökjük őt a kamera elé, hanem mindig beszélgetünk az illetővel, kicsit szeretnénk megismerni. Ebben a podcastben olyan cégvezetők életútját mutatom be, amire azt remélem, hogy másokat is fog inspirálni. Az első vendégem a JC Deco vezérigazgatója, Jamnicki Tímea, Szervusz, Timi! Szeretettel Szia köszöntelek! Valós. Timinek egy igazán szép karrierútja van, amit így felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindent csináltál, és hogy most mivel foglalkozol. Ugye 15 éve vagy a JC decaux az élén, és mellette pedig az UNICEF-nek a kuratóriumába vagy benne, illetve a Manager Szövetségnek az elnökségébe, és nem mellesleg elindítottál egy saját márkát, amiről majd külön fogunk egy kicsit beszélni. Szóval igazán széles az, amikkel foglalkoztál, meg amivel foglalkozol. Hogyha visszamennénk egy kicsit a gyerekkorodba, és onnan tekintenénk arra, hogy most hova jutottál el, akkor el tudtad volna képzelni, hogy hogy hova szeretnél eljutni, amikor megkérdezték tőled azt, hogy mi szeretnél lenni, akkor te tudtad azt, hogy, hogy hova szeretnél eljutni az életeddel, vagy ez így közben alakult ki? Nem, de hogy, de hogy tudtam. Én egy nagyon pici faluban nőttem fel Győr mellett, én Győrben születtem egyébként, úgyhogy álmomban se gondoltam volna, hogy ahol most vagyok, oda valaha eljutok. Tehát, hogy még így elképzelni se tudtam volna. A szüleid mivel foglalkoztak? A szüleim mezőgazdaságban dolgoztak, az édesapám, az anyu pedig ugyanúgy abban az akkori termelőszövetkezetben volt könyvelő, úgyhogy én első generációsként kerültem Budapest a Közgazdasági Egyetemre, úgyhogy ez akkor egy nagyon nagy dolog volt, hiszen akkor egy pici 600 lakosú kis faluban éltem, és akkor nagyon kevesen tanultak még tovább, úgyhogy mindenki mindenkit ismert a faluban, mindenki mindenkinek köszönt, és mindenki tudta, hogy mi történt a, a gyereke, gyerekeikkel, úgyhogy rólam is mindenki tudta, hogy én akkor Budapestre költöztem, és elkezdtem a közgazdasági egyetemet. És amúgy ezt hogy élték meg a, a szüleid, hogy nem maradtál ott? Nagyon büszkék voltak rám, hogy én tovább tanultam, hogy én bátor vagyok, és, és a nagy fővárosba költözöm. Én rosszabbul, mert én a mai napig emlékszem arra, hogy a kollégiumban, amikor beköltöztem, és ott hagytak, és pakoltam be a kis ruháimat a gardrop szekrényben, hogy azért az úgy sokkoló volt. Egyrészt meg kellett tanulni közlekedni Budapesten, egyáltalán élni Budapesten, és akkor a nagyvárosba költözni, ez akkor nagyon nagy szó volt. Ők pedig büszkék voltak rám, mert hogy azon kevesek közé tartoztam, akik tovább tanultak a faluból, Úgyhogy a én éltem meg rosszabbul az elején természetesen. Aztán ők bíztak abban, hogy én az egyetem elvégzése után ott maradok, vagy visszamegyek, Győrbe, és volt egy ösztöndíjam is, amit az anyu rábeszélt, hogy fizessünk. És én, én meg akkor bölcsen, azt szerződésből kapott ösztöndíjamat, azt betettem egy bankszámlára, hogy nem költöm el, hogy ne legyek kényszerpályán akkor, amikor a közgázt elvégeztem, hogy nekem vissza kell menni győrbe. És na, arra, arra már ott egy picit szomorúbbak voltak, hogy nem költöztem újra vissza azóta eléggé magas szintekre jutottál el, és hogy, hogy így beszélgettünk korábban arról, hogy hogy néz ki egy napod, tehát ugye egyszerűen annyira be vagy táblázva most is, ugye jöttél a podcastre, utána mész a következő meetingre, aztán utána vidékre, állandóan mozgásban vagy, és hogy hogyan tudod ezt így jól összeegyeztetni a magánéleteddel, mert hogy azt gondolom, hogy ez egy, egy igazán komoly probléma szokott lenni így a vezetőkkel, akikkel beszélgetünk, hogy valahogy mindig Eldől, vagy az egyik, vagy a másik irányba a fókusz. Tehát hogy nagyon nehéz balanszban tartani a kettőt, mert van, hogy akkor most a karrieremre koncentrálok, akkor az nagyon megy, de közben valamiért mm. a otthon nem tudom úgy a dolgokat intézni, nem. vagy fordítva, ha meg azt mondom, hogy akkor mondjuk hátrébb lépek, egy kicsit is vannak ilyen vezető ismerőseim, aki azt mondta, hogy ő most akkor próbál minél kevesebbet dolgozni, de egy-két év után muszáj visszamennie, mert hogy látja, hogy közben meg a cég nem teljesít úgy. Tehát, hogy ezt ez milyen nehéz. Ez, ez különösen egy olyan embernek nehéz, mint én, aki maximalista vagyok egyébként, azt a bizonyos work-life balance-t megtalálni jól, és ez természetesen a karrierem elején nekem sem ment jól, és ezt a libikókát próbáltam, hogy mindig valamerre Megpróbáltam teljesíteni. Ha maximalista az ember, akkor mindenhol százszázalékos akar lenni. Nem csak a munkahelyén, hanem otthon, amikor már a fiam megszületett, akkor természetesen anyaként is. Úgyhogy ennek azért voltak buktatói, meg voltak nehéz időszakai, de megtanultam, hogy kell az időmet jól beosztani megtanultam nemet mondani, mert időnként arra is kell, hiszen nem tudok mindig mindenhol ott lenni. Nehéz ezeket a döntéseket meghozni, de az élet azért csiszol mindenkit, meg mindannyiunkat, úgyhogy most ma már ezt én egészen jól művelem, amellett, hogy mindenhol próbálok maximálisan megfelelni, meg teljesíteni. Úgyhogy egészen jól csinálom. van valami viszont? praktikád erre, hogy mi az, ami bevált, hogy nem tudom, napot vezetsz, vagy három asszisztensed van, vagy, <gül> <gül> vagy mi a megoldás? Van asszisztensem, ami azért nagyon hasznos, hiszen ő segíti az életemet nem csak a munkámban, hanem minden egyebet körülöttem, és, és iszonyú sok mindent levesz rólam, de én naptár szerint élek, nem csak hétköznap, hanem hétvégén is. Tehát az időmet úgy tudom hatékonyan beosztani, hogy, hogy nagyon szigorú a naptáram, és amikor fél óránként vagy óránként van megbeszélésem, akkor ő jön és kopogtat és küld engem a következőre. De ez engem egyáltalán nem frusztrál, így érzem jól magam, és amikor este lefekszem, akkor azt érzem, hogy teljes értékű volt a napom. Úgyhogy ebben élek, és a hétvégémet is azért osztom be, mert tudom, hogy mi minden feladatot kell elvégezni, nem kell külön gondolkodni, nem kell fejbe tartani, hanem pontosan látom, hogy mi vár rám, és én nem érzem ettől frusztráltnak magamat, ez egy igazán relax állapot, amikor a naptárad, ráadásul ez ma már a telefonunkban ott van, az figyelmeztet, hogy mire kell gondoljak Úgyhogy ha valakit fel kell hívnom, én azt is, azt is, beszoktam írni a naptárba, sőt, a két megbeszélés között is, ha valakit fel kell hívnom, azt is beírom, mert egyébként nem fér bele a napomba. És amikor ránézel a, a te holnapodra, és azt látod, hogy tel is tele van mindennel, akkor ez megnyugtat. és elszűr, el amikor látja a naptáramat, hogy szerintem úristen, bárki mi van ránézni, akkor azt érezni, hogy úristen, így megy össze a gyomrom, hogy hogy fogom tudni mindezt megcsinálni. Pont ez van, de én ez, engem ez nem frusztrál. Uh, egyébként is 24 órában vagyok a GC Deco vezérigazgatója, ez nekem nem frusztráció, ez nekem egy, ez az életem, és így az életem része lett. Úgyhogy én, én ebben így jól érzem magam, így érzem magam um, szervezetnek, struktúrátnak, hatékonynak, úgyhogy nekem ez a megnyugtató állapot nem riaszt el, hogyha tele van a napon. Persze az nem azt jelenti, hogy nem fáradok el estére, tehát azért az én energiaszintem is azért természetesen csökken, de, de nem, nem érzek frusztrációt attól, hogy tele van a napom vagy a naptáram. És hogyan tudjátok otthon összeegyeztetni, ugyanis aki esetleg nem tudja, a te férjed, Jamnicki Zsolt, az EON-nak a vezérigazgató helyettese, tehát mondhatjuk igazából, hogy egy power couple vagytok, <laughs> és hát ugye mind a kettőtöknek eléggé tele van a naptára, illetve ugye nem csak napközben, hanem az esti programokra is, amikre meghívnak a különböző rendezvényekre, ugye ezeket elég nehéz összeegyeztetni, hogy hogyan csináljátok ezt otthon? Hát mind a kettők vezetők vagyunk, úgyhogy mind a ketten tudjuk azt, hogy ez mivel jár, úgyhogy azt hiszem, hogy így sokkal uh, egyszerűbben kötünk kompromisszumokat, meg megértjük a másik programját, tehát nincs bennünk frusztráció, ha valamelyikünknek este vacsorázni kell, üzleti vacsorája van, meg nagyon sok helyre hívnak mind a kettőnket, és akkor együtt el tudunk menni egy üzleti rendezvényre, amiből iszonyatosan sok van, úgyhogy ezekben mi szelektálom, kénytelenek vagyunk. Úgyhogy ha valaki megsértődik, hogy mi nem mentünk el egy adott üzleti eseményre, akkor szoktam mondani, hogy értsék meg, hogy mi ketten vagyunk, nekünk ez összeadódik és duplikánta vannak ezek az események. Ha mindenre igent mondanánk, akkor minden este lennénk valahol, és mi szeretünk együtt lenni és ketten lenni otthon. Akkor ki dönti el, hogy mit, mit vacsoráztam? Okay. Kihaza meg ezt a döntést. Ezt közösen szoktuk megbeszélni, de Zsolt nagyobb úr, még mint én vagyok, és imád fűzni, hogy ő a fő vezérvonal nálunk ebben de, de alapvetően az esténk úgy telik, hogy mi nem nézünk tévét, nem kapcsolunk tévét, hanem amikor együtt vagyunk, akkor beszélgetünk, iszunk egy pohár bort esetleg, tehát próbáljuk azt a rövid időt együtt tölteni, és azt úgy tölteni, hogy egymásra figyelünk. Nincs is tévétek, vagy azért van csak... De van tévénk, de nagyon ritkán kapcsoljuk <laughs> aha, be, aha. ami, ami, ami talán rosszabb az, hogy a telefon az állandóan a kezünkben van, mert mind a kettőnk online, és nézzük az e-maileket, egyébként ez szabadság alatt is így van, ami megint csak nem frusztráció, így érzem, követem, és tudom, hogy a cégben mi van, Zsolt el ez ugyanígy van, és nem szoktunk egymásra rászólni, hogyha nézi a telefonját, mondjuk hogy egy kicsit sokat néz és sokat szörföl a neten, az, én azt kevésbé szeretem, de, de ebben a világban élünk ma már, úgyhogy minden Tehát azt frusztrálna jobban, hogyha nem nézhetnéd a telefont? A valószínűleg igen, és szerintem ez őt is, tehát így, szerintem így, így vagyunk komfortosak, úgyhogy ez nálunk így jól működik. Nem, nem érzem, hogy valami elveszne a kettőn kapcsolatából azért, mert, mert néha ránézünk a telefonra, és megnézzük, hogy mi történik a cégben. Mit csinálsz aznak érdekében, hogy úgy akár az online térben is láthatóbb legyél? Szoktál-e gyakrabban posztolni, vagy, vagy hol találkozhatnak amúgy a tartalmaiddal az emberek? Hát a GC The szerencsés vagyok, mert megvagyják ezt a kollégáim. Tehát van egy kollégám, aki ezért a social médiáért, a marketing PR területért felel, és van egy ügynökség is egyébként a cég mellett, aki nagyon-nagyon jó tanácsokat adott, és az elmúlt években nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy a GC The látható legyen azok az innovatív megoldások, amiket lehet látni az utcán, vagy amikkel foglalkozunk, azok a dökóhoz köthetők legyenek, hozzánk köthető legyenek, és természetesen a cég arca én vagyok, úgyhogy ebben nekem bele kellett akkor állni, amiért nem volt az elején Adnod kellett az arcodat adnom, hozzá. Így van, adnom kellett a, És az ez arcomat. amúgy ez saját döntés volt, vagy pedig inkább a Központilag mondták, hogy ez kellene. Központilag nem, nem adnak ilyen iránymutatást, ezt az ügynökség mondta, hogy muszáj adnom az arcom, és az elején nehezebben ment, de most már sokkal egyszerűbb ez is és akkor ők, ők azok, akik mindenében kitalálják, hogy mi legyen a stratégia, mi legyen a stratégia céggel, velem, hogy tudom az arcomat adni, és még jobban a, a Gypsy Dökóhoz kapcsolni, vagy a hírét vinni a jó megoldásainknak, és, és, ők, ők azok, akik engem visznek, vezetnek. Mindig el szokták mondani, hogy ez azért kettő ember kell, tehát ők hiába jönnek jó ötletekkel, ahhoz én is kellek, hogy ebből beleálljak, hogy, hogy megvalósítsam és csináljam, és tényleg érzem a hatását itt az elmúlt négy nagyon sok energiát fektettünk és időt arra, hogy hogy sajtóban, tévében, rádióban, social médiában ott legyünk, és én azt gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy ma már mindenki tudja azt, hogy a GC döko köthetők a buszmegállók, hiszen mi telepítjük őket az önkormányzatoknak, azokban az innovatív megoldásaink, full branding megoldásaink mennyire zseniálisak láthatóak, és így kaptam meg idén a menedzser szövetségnek a kék innovációs diát, amire elképesztően büszke vagyok, ami mögött természetesen ott van az a csapat, aki, aki a GC dolgozik. Úgyhogy sokat számít. Az arca megjelenés, a brand, a brand építéshez hozzátartozik. A saját márkámnál meg természetesen ott az megint egy más történet, mert ott nekem kell beleállni megint, de ott már nekem kell kitalálni igazán, hogy, ez, hogy, hogy építek fel egy márkát, hogy építek brandet. Úgyhogy az, az, az egy, nekem ez egy új terület, úgyhogy ez már egy másik, másik történet. Mennyire volt ez amúgy a te döntésed, hogy elmenjetek ebbe az irányba, hogy nagyobb megjelenés kell a cégnek kifelé is adni, vagy ez, ez, is, ez inkább központi direktíva volt? Tehát maga az ötlettől egyet, és aztán rögtön visszapattant rá, hogy oké, okay, csináljuk, de akkor te kell lesz hozzá? Az ötlet az, az, az közös, az én, az én ötletem is, de a PR ügynökségé is. És az, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, az már inkább az ügynökségnek a javaslata volt nincsen ebben központi iránymutatás, tehát nem segítettek a g csoportból. Azt természetesen látom, hiszen 80, több mint 80 országban van a g jelen világszinten, hogy van egy belső internet, ahol megosztják ezeket a posztokat. Láttam, hogy milyen díjakat nyernek országok, úgyhogy a vágy az ott bennem volt, hogy mi is legyünk ilyenek, és láthatóak legyünk a 80 országon belül is, tehát Magyarország, pici ország a 80 országot tekintve, 80 országon belül, de hogy mi láthatóak legyünk, mit kell ahhoz tenni. Úgyhogy fent vagyunk a térképen. Ez... De azért is kérdezem, mert nagyon sok vezető küzd ezzel, hogy valószínűleg val tudják már azt, hogy ezzel foglalkozni kellene, csak hát olyan, mintha fogukat húznák. Van-e esetleg valami olyan tanács a számukra, amit, amit tudsz adni, mert te, aki most már ugye azt mondod, hogy szinte már komfortosan vagy ebbe a szituációba, hogy akár egy ilyen podcastbe meghívnak, vagy bárhol akármilyen interjút kell adni, hogy fotó, videó készül rólad. A titok egyébként az, hogy ezt csinálni kell, tehát hogy rutint szerezni ebben, és a, én nekem sem volt komfortos az elején, tehát a komfort zónáman túl kellett tolnom magam, hogy beleálljak egy-egy helyzetbe, és, és én nagyon emlékszem arra, hogy négy évvel ezelőtt vagy öt éve, amikor azt mondták, hogy be kell mennem egy tévébe, és az álljon meg egy novella arra pályázatunkról beszélni, amiről így beszélgetve bármennyit tudok beszélni, de azért ez, ez nekem akkor egy stressz volt, izgalom, vagy rádióba kellett erről beszélni, akkor felkészítő anyagot kértem, előre elkértem, hogy mik a kérdések, hogy arra biztosan tudjak válaszolni. Tehát az akkor egy óriási stressz és izgalom volt, ma már pedig rutint szereztem ebben, úgyhogy sokkal egyszerűbb mikrofonba beszélni, meg kamera előtt beszélni. Nyilván az emberben van egy ilyen stressz és belső izgalom, amit le kell tudni győzni, de, de mindezt akkor lehet sokkal lazábban csinálni, hogyha az ember már az x ediken túl van, komfortzónán túltolva rutint szerez, és belejön ebbe a az évek során, úgyhogy csinálni kell csak az a El kell kezdeni, és aztán megfolytatni. Igen, Ennyi, a titok benne. Mi hét évvel ezelőtt találkoztunk először. Elképesztő hét évvel, tehát Balázsen idő. az idő, igaz? Akkor egy ilyen céges portréfotózás kapcsán keresett meg az asszisztensed minket, hogy, hogy abba segítsünk, az nyilván már... Akkor az asszisztensem is ugyanaz, és egyébként a fotó is, amit akkor készítettél rólam a weboldalon, mai napig ugyanaz, úgyhogy lehet, hogy megfrissi nem, igen, két év hát ugye most ki, itt az adás bele. előtt ugye frissítettük is, uh -huh. és gondoltam, hogy most ezt megmutatnánk gyorsan, hogy kiragadtam belőle egy pár képet, hogy láthassák mások is, hogy milyen ö, fotók készültek rólad. Arról mesél, hogy most mennyire volt komfortos, a kameránk előtt állni. Nyilván ez egy kicsit más szituáció volt, mert hogy itt ennyi kamera is volt közben, ugye behind the scenes és társai, itt is így meg tudom neked mutatni. Aha. De most, amit nézünk, az a teljesen nyers kép, hiszen még csak most igen, készült. Igen, igen, de de most jó. ez egy ilyen fekete háttér előtt, egy fekete Aha. ruhában, egy És picit komolyabb zsemmiális. arckifejezéssel uh -huh. készült ez a kép. Ezt mennyire érzed magadnak ezt az arcodat? ebben van egy minimális távolságtartás, de hogy üzleti Ez üzleti fotóra, volt a... egy weboldalra, az üzleti világban azért szükség van erre, főleg sajtóban egyébként. De van itt még <laughs> laposzat. Laposhatsz igen, mert hogy pont ez a kontrasznak a lényege, igen, ugye mellette meg készült róla egy ilyen. Egyébként nekem nagyon fekete-fehér te tetszik jobban valamiért, pedig itt fekete a háttér és fekete, fekete hát. a ruha. Ugye ez egy sokkal kontrasztosabb kép, meg egy komolyabb arcodat mutatja meg. A másiknak is van helye, hogyha megnézzük igen, a igen. fehér háttér, hogy ez egy ilyen nagyon üdes, sugárzó, fiatalos, és hogy szokták kérdezni tőlem az ügyfelek, hogy melyik a jobb. De, hogy erre azt mondom, hogy nincs olyan jobb. Mit akarsz magadról üzenni. Igen. Tehát, ha megkérdezem, hogy mit akarsz üzenni, szerintem neked is többféle üzenet az, amit akarsz, hogy attól függően, hogy milyen platformon akarod kommunikálni magadról ezeket a képeket. Mire most még nem beszéltünk, de hogy ez egy nagyon extra dolog, Minden. hogy te elindítottál Na így a te. amúgy ráérős idődben, ami nem tudom valamikor este tíz és éjfél között van, meg hétvégén gondolom, amikor Igen, ezzel a projektre el tudtál indulni. Hogy ilyen, Táskákat készítsél. Szóval a rengeteg szabad időtben ami volt, tudjuk, hogy mennyire ráértél még? Onnan jött az ötlet, hogy mivel tudnád ezt eltölteni, és ezért elkezdtél táskákat gyártani, egyedi kézműves táskákat. Elmeséled, hogy honnan jött az ötlet, uh -huh. hogy, hogy belevágj egy ilyen teljesen új bizniszbe? a véletlenek összjátéka egyébként. Két évvel ezelőtt, nagyjából februárban volt két évvel ezelőtt, amikor az édesanyám, aki egyébként nagyon régóta horgol, rábeszéltem arra, hogy akkor nagyon népszerűek voltak már az újrahasznosított pólófonalak, hogy készítsen nekem egy kenyeres kosarat. Küldtem fonalat, küldtem mindenféle kiegészítőt hozzá, és akkor ő ezeket boldogan horgolgatta és megtanulta közben a FaceTime-ot kezelni, úgyhogy minden reggel este megmutatta nekem, hogy nézze meg, úristen, milyen jó dolgokat csinált és alkotott. És akkor, amikor hazamentem őket meglátogatni, akkor az anya azt mondta, hogy nem akarod ezt megtanulni? Mondtam, hogy jó anyu, taníts meg, és ez anyának az mindig nagy boldogság szerintem, hogy átadhatja a tudását. Az apukám felvett minket telefonnal, úgyhogy örökre megvan nekem ez, a, ez az első lépés, vagy ez az emlék is az anyuval. Mondtam az agyonak, hogy ez baromi jó, de én, én nem tudom, hogy mikor fogok tudni horgolni, mikor lesz nekem erre időm, és akkor esténként rájöttem arra, hogy próbálgattam, gyakorolgattam, hogy kikapcsolja az agyam, tehát valószínűleg ez a, a segít pihenni érzés, aztán néztem Zsoltot, hogy az asztal másik oldalán mit szól ehhez, hogy én neki láttam horgolni, <gül> <gül> úgyhogy ez... De, de pozitív volt a visszajelzése, úgyhogy én ezt bátran csináltam, aztán elkezdtem megtanulni táskákat horgolni, azzal elkezdtem üzleti eseményekre járni, meg az én üzletasszony barátnőimmel ebédelgetni, és akkor azt mondták, hogy ez annyira baromi jó, hogy, hogy ebből valamit ki kellene találni. Úgyhogy az első táska egyébként, ami elkészült, és ilyen nagy siker volt, ez a piros, ugye jó feltűnő a színe, meg jó pofa a formája, Úgyhogy amikor üzleti vacsorákon jártam, akkor mindenki így kiszúrta, hogy úristen, mi ez a kezembe, és ez honnan van. És akkor a barátnőim rábeszéltek arra, hogy ezzel valamit kellene kezdeni, és találjak ki egy márkanevet, csináljak valamit, csináljak egy webshopot mondjuk, de hát ez alkotótársakat kellett keresni, mert azért ennyire sok időm nekem nincs, és akkor így nyugdíjas néniket kerestem meg, megnéztem a termékeket, amiket készítettek, és aztán megegyeztem abban, hogy ha jönnek velem, akkor én, én csinálok egy webshopot, amit azt se tudtam még akkor, hogy mit mondok, és hogy kell egy ilyet megcsinálni. Úgyhogy ez már egy egy vállalkozási szféra, vagy vállalkozási irány, ami, ami ez, ez mikor soha volt? Nem Mik, volt? Mikor jutottál el oda, hogy na, akkor ebből csináljunk egy márkát? Hát meg, nagyjából így két évvel ezelőtt, uh -huh. és akkor elkezdtem a webshopot felépíteni, kitaláltam egy márka nevet, azt is a barátnőm inspirációjára az volt a feladatom, hogy olyan márka neve legyen, aminek van jelentése, és benne vagyok én is, úgyhogy a Lavida spanyolul életet jelent, a járna az angolul fonalat, úgyhogy az életfonalát horgolgatjuk, hmm. kötögetjük a nénikkel, és a Vida pedig az én családi nevem, úgyhogy benne vagyok én is. Úgyhogy így született meg, de hát ehhez kellett egy céget csinálni, el kell indítani egy, egy weboldalt, egy webshopot, amit azt se tudtam, hogy kell csinálni. Azt se tudtam, hogy hogy kell egy szimpüpéfizetni, elintézni, de mindent megtanultam. Nem tudtam, hogy hogy kell a social médiába posztot gyártani. Elolvastam az Instagramról egy könyvet, megtanultam a kanvát kezelni, amiben az első és érdekes, én hogy nem is az volt az ötletet, hogy jó, akkor inkább beleteszek tőkét, és akkor megbízok tanácsadókat, vagy, vagy egy, szintén egy ügynökséget. Ki hogy akartam ugye, próbálni magam ebben, de meg kíváncsi voltam, meg, meg így um, egyrészt hajtott a vágy, mert ebben én, én egy tanulási folyamat volt nekem is, tehát olyan, egy teljesen új területre tévedtem, hogy az outdoor bizniszben dolgozom 15 éve, ez egy, ez egy, másik világ, az e-commerce világ, és egy márkaépítés, egy brandépítés is egy totál új terület, úgyhogy én nagyon sokat tanultam vele. Ma már azért van segítségem a social médiában, és nem egyedül csinálom meg, ezt, azért, azért, ez egy külön szakma, úgyhogy ő profi, mint én, de az elején én csináltam, és ezt így élveztem, és a szabadidőmet áldoztam be, igen. A fiam már 27 éves, úgyhogy ö, most már kevés, nincs, nincs akkora figyelem, úgyhogy szabadul fel azért így idő, meg ez kikapcsolódás és pihenés nekem. Tehát rámegy az estén, vagy éppen a hétvégén. Ugye a webshopban is én csomagolom be a termékeket egyelőre, én adom a gélesnek igen. <laughs> Na, hát aztán <laughs> igazán kézműves akkor minden szempontból, még a csomagolása is kézműves. <laughs> igen, de úgy figyelünk a, a természetességre, úgyhogy többségében újra újrahasznosított pamut alatt használunk, úgyhogy a fenntarthatóság a máskálnak egy fontos alapéllére. Handmade dolgokról beszélgetünk, van benne egy pici szár, hiszen a nyugdíjasok ez keresett kiegészítés is nekik, láthatóságot biztosítunk nekik is, úgyhogy voltak már közös fellépéseink is a nénikkel, vagy van egy fiatal lány, aki makramitáskákat készít, úgyhogy van egy csapat mögöttem, akik olyan vagyunk, olyanok vagyunk ma már, mint egy család, úgyhogy nekem ők, ők a én családtagjaim. Hát nem semmi, gratulálok hozzá. Köszönöm, ez én nagyon ez élvezem. Egy komoly, komoly lépés. Nekem is van sok olyan ügyfelem, aki vezetőként dolgozott, és hogy onnan lépte meg azt, hogy hogy utána a vállalkozó legyen, ugye a legtöbben mennek a tanácsadói irányba, valahogy szakmán belül maradnak, de te meg egy teljesen más irányt vettél. Van esetleg ilyen hosszú távú célod vele, hogy teljesen ráfordulja a saját vállalkozásra, vagy ez mindig úgy gondolt, hogy megmarad egy ilyen? Nem döntöttem még el, nem tudom, hogy hova fog ez kifutni már, hogy nem célom egyelőre a GC-dökot elhagyni, vagy. Nincs a fejemben az, hogy én is szép múlva a majd a vállalkozásomban. Ezt lehet, hogy ők is hallgatják, úgyhogy nem. <gül> <gül> nem baj? <laughs> Tehát én nagyon szeretek a, szeretem a kollégáimat, szeretek cégben dolgozni, és szeretek csapatot vezetni, és a GC időkóban mindig vannak évről évre új kihívások, meg feladatok, úgyhogy nincs ilyen a fejemben, hogy, hogy váltani szeretnék. Tehát a vállalkozási része az nem tudom, hova fog. Lehet, hogyha nyugdíjas leszek, akkor majd ez egy, ez egy olyan dolog lesz, hogy nem kell akkor kitalálnom magam, hanem van egy irány, van egy saját vállalkozásom, be lehet tovább menni egy Power Woman brandet építek, tehát erős női vezetői csapat, akit, akit a márka megcélzott. Vannak márka nagyköveteink is, úgyhogy ez a világ, amiben én így a hölgyekkel együtt jól mozgolódom. Megtanulom ezt a vállalkozási szférát, ami már szerintem alap is. Én meg még most tanulgatom, hogy hogy működik egy ilyen évről évre, hétről hétre, hónapról hónapra. A legutóbbi fotózásod velem az ugye 7 éve volt, és hogy akkor azért még, ahogy itt fotóztunk közben, meg is említetted, hogy mennyire más volt az az egész más, hogy öltöztél, meg, meg talán máshogy is álltál hozzá a fotózáshoz. Hogy élted meg most ezt a dolgot? Igen, így összehasonlítom a két képet, akkor egészen más ma már más a hajam, rutin pedig tőle tanultam meg technikákat annó, hogy hogy kell gúnározni életemben. Először tőle hallottam ezt a kifejezést, és azóta soha nem felejtettem el, hét év alatt egyszer sem. Nagyon sok fotózásom volt azóta, úgyhogy azért rutinom van már benne, de a gúnározás az megmaradt. <laughs> Ugye aki nem tudja, hogy mi ez a gúnározás, arról szól, hogy jól kihúzza magát az ember, és egy picit előre tolja az orrát a kamera felé. Ugye ez szemből jól néz ki, de oldalról, nem néz ki olyan jól, de hogyha kamera felé nyomod előre az orrod, akkor megfeszül az ávonal, és azért nagyon jó ez a technika, mert hogy egyrésztről ugye el tudja tüntetni a azt, hogy esetleg valakinek van tokája, de másrésztről meg az az érdekes, hogy egy ilyen nagyon magabiztos kiállást is kölcsönöz az embernek. Ugye az, aki Ilyen nagy szemekkel, behúzott nyakkal néz, az nem éppen egy magabiztos valaki. Már pedig egy ilyen vezetői portréfotónál ez az, az egyik legfontosabb, hogy ezt a fajta magabiztosságot és önbizalmat sugározza ez a fotó, mint ahogy itt a te képeiden is, ezt abszolút azt hiszem, hogy láttuk. Mert tud egy kedves arc, tehát ez a fehér háttér, fehér ruhás kép is szerintem magabiztosságot sugároz, mert hogy annyira Őszintén felszabadultan mosolyogsz. Minket te egy jó légkört teremtesz, ez így volt hét éve, és így volt a mai fotózáson is, mert nagyon szeretem, hogy viccelődsz, poénkodsz, és az ember így lazább egy kamera előtt, hiszen azért az mindig veszélyezi az ember, talán ez a legjobb kifejezés, hogyha egy kamera van az arcában, de, de te egy jó légkör teremtesz, úgyhogy viccelődsz így az ember, aztán elmosolyog, magát, te meg elkapod azt a pillanatot. Ajas módon kiváltom igen ezeket a mosolyokat, aztán, hogy hogy jutottunk el oda, az kettőnk titka marad, <laughs> csak a, a, végeredmény számít. De másképp látom ma magam, mint a 7 évvel ezelőtti foton, talán ott kicsit komolyabb voltam, én Azóta az öltözködésemben is sok mindenben sokat lazultam. Én magam, mondjuk ez nem rajtad múlik. Vagy ott, ne, nem. ott komolyabbnak akartad mutatni magad? Valószínűleg vagy, igen, érezted, inkább hogy a az... vezetőt akartam mutatni, Én ma már ez szerintem nincs meg annyira. Attól még vezető vagyok, hogy laza vagyok öltözködésben is, meg meg minden másban is sokkal az el, Sokkal merevebb voltam szerintem hét évvel ezelőtt én magamra visszagondolok, mint most. És lehet, hogy ez a fotón is átjön. Majd megnézem, mert a weboldalukon azóta is a te képed van. Úgyhogy lehet, hogy ki kell Hát lehet 7 év után, azt gondolod? <laughs> én annyira érdekes, hogy, hogy az ember nem veszi észre napról napra azt, hogy mennyit változik. Mert mert hogy annyira nyuanszok, de amikor már egy ekkora időtávot nézünk, egyszerűen változik az arcforma, a hajunk, a, a szemüveg, vagy nem szemüveg. Igen. Meg én emlékszem rá, hogy én küzdöttem veled, hogy retusálj engem ki jobban, emlékszel? Azt pont most te el... mondtad, hogy jó, ezt, de hogy... ez ne legyen művi, hanem te pont arra, ügyelsz, hogy ez egy természetes kép legyen, nem szabad túl retusálni, és mennyire igazad volt ezt azóta látom mert az szokott az első reakció lenni, és ez nem csak nőknél, hanem úgy férfiaknál is egyaránt. Annyira érdekes, hogyha először megnézik azt a fotót, ugye mi úgy fotózunk, hogy számítógépre, és rögtön nagy monitoron ott egyből látszik, hogy milyen kép készül, és egy időközönként kihívom az illetőt a kamera másik oldalán, a fényekből, és hogy együtt visszanézzük a képeket. És a, legelső reakció az, az szokott lenni, de mondom, függetlenül attól, hogy férfi nő, és attól is, hogy hány éves, az, hogy úristen, de ráncos vagyok. Igen. <laughs> és hát a kamera kihozza, nem? Ezeket a ráncokat. Én nem hiszek benne, nem a kamera hozza ki, hanem azt hogy nem szoktuk meg ezt az arcunkat. Mert amikor reggel belenézel a tükörbe, akkor ritkán szoktál úgy belenézni, hogy jó reggel, szervusz, hogy vagy? Nem egy ilyen nagy mosolyan nézel bele a tükörbe, hanem egy kicsit ilyen rezignált a és ugye miatt nem látod ezeket. De amikor meg, meg magad, és őszintén Tudsz mosögni, ugye akkor összehúzódik a bőr. Ezt hívják düsen mosolynak. Volt egy pasas, aki ilyen áramot vezetett az arcába, és megnéz hogy hány arcizom hogyan változik, és őről nevezték el. Tehát, hogy a szem melletti izmok, hogyha nem húzódnak össze, az nem egy őszinte mosoly. Ezért nem szeretem kiretusálni a képeken a ráncokat, Annyira? mert egyszerűen az, aki ránéz a fotóra, a tudat alatt keresi ezeket a ráncokat, hiszen ahhoz köti uh -huh. azt, hogy ez egy őszinte mosoly vagy sem. Station ez teljesen tudatalat van, de van ez az standard, hogy mindenkinek legyen tökéletes Barbie-baba bőre, és akkor fogunk jól készíteni. A, ugye a filterek a telefonokon erre csak még egy jó nagy lapáttal rátettek, hogy van olyan, hogy már ugye maga a selfie fotó elkészítésekor ráteszi ezt a filtert, tehát hogy nem is szokja meg az ember, hogy valójában van neki bőrtextúrája is. Szerintem semmi baj nincsen azzal, hogyha valaki annyi idősnek néz ki a fotóján, mint amennyi valójában. Tudsz, ugye... Ami nagyon durva, amit megfigyeltem, hogy most már a hollywoodi filmekben, sorozatokban rendszeresen egy ilyen homályosító filtert raknak a nőknek az arcára. És mindig mondom is a feleségemnek, hogy nézd meg, hogy hát ez hogy néz ki? Mi? Én nem is látom, de hát én de nekem rááll a szemem, mondjuk velem szörnyű filmet nézni, mert nézd, honnan nagyon a fény, nézel. ott nem találták el az élességet, ott ez, de mit nehéz nekem a, a, a sztorira koncentrálni, de hogy ez ez annyira szomorú, hogy már már a filmen is erre mennek rá. nem elég, hogy ugye szét van spinkelve, szépen be van világítva, még külön ráhomályosítanak az arcára. Hát persze, hogy magukkal szemben, a, mint mi hétköznapi halandó emberek, sokkal kritikusabbak kezdünk lenni, és ilyenneknek akarunk látszódni. És állandóan küzdünk ezzel, hogy hogy, ne kelljen retusálni. is. pont ezt akartam felhozni, mert visszakerestem az akkori beszélgetésünket, hogy két vagy három kör is volt, Igen, amikor visszaküldted a képeket, Igen. hogy, ezen még kéne egy kicsit retusálni, mondtam, hogy hidd el, hogy ez nem lesz jó. És akkor picit még csináltunk, rajta hogy még mindig kevés. És most az volt az érdekes, hogy azt figyeltem, amikor ugye megmutattam neked a képeket itt a nagy monitoron, a full képet, hogy én azt látom, hogy te most rendben vagy önmagaddal. És, igen. és egy, egy, egyetlen egyszer sem emeltet ki a ráncaidat. Igen, Én Tök nem mondtam ilyet, igen, valóban igazad van. Nem is értem magam. Pedig és és szerintem ennek egy nagyon nagy része az, hogy hét hogy év alatt te jutottál oda, hogy el tudod fogadni önmagadat, és Összhatásában hatásában tudját figyelni magad is, Én ezt éreztem már, és szerintem ez egy óriási. Hát ez egy dolog. önismereti út szerintem. Ez egy óriási hát, igen, dolog. igen, igen, igen. Mert hogy rendben van az ember önmagában. a legtöbb ember, igen. és mondom, nem csak a nők, mert sokan ahhoz kötik. Hogy... Másnak akar látszani, mint ami, és uh, szerintem. Igen. igen. Nem feltétlenül az ön hibájukból, mert mondom, annyira ez minden van, a külvilágból. Ez a fajta önelfogadási folyamat, mint ahogy ugye az is nagyon furcsa, amikor először visszahad a hangodat. Ugye, neked meg nekem már annyira nem, mert mi azért sokat szerepeltünk mert először visszahallgatni borzasztó Először, volt. úristen, ez a repet fazék hang, vagy hú, de szörnyen, ki szereti ezt hallani, és, és aztán úgy megszokja az ember, és szerintem pont ugyanez a helyzet az arcképünkkel is, hogy, hogy kell az, hogy szokja az ember, hogy hogy néz ki kifelé. Ugye eleve már az is furcsa, hogy hogy a, a tükörben ugye a, a valóságnak a tükörképét látod. És amikor meg egy fotót megnézel, akkor ugye azt látod, amit mások is rólad, és már ez nagyon furcsa. És te hogy fotózol? Velem már az előfordult, hogy annyira kimozdítottak a komfortzónámban, annyira megváltoztatták a hajam, a stílusom, hogy azt éreztem, hogy nem én vagyok. Tehát, hogy te azt mondtad nekem a jól emlékszem, hogy az a jó kép, amin én magamat látom vissza, vagy amennyire, ne, amit, amit én tetszem. Abszolút ebben hiszek, igen. Megvan azoknak is a helye, tehát mondjuk egy Mári Kerer címlapra, ott, ott De valahogy... De kell másképp kinézni, mint amilyen hétköznap ott, szoktam? Attól függ, tehát, hogy, hogy mi az üzenete annak, mert ott, ott nagyon sokszor nem magáról az emberről szól, az a címlap, hanem valami érzetet akar átadni, vagy valami üzenetet vele. Például, a, amikor modelleket fotóznak, ott ugye nem az a lényeg, hogy a modell személyisége látszódjon, hanem az, azért szoktak modelleket választani, hogy, hogy az egy ilyen, gyakorlatilag mint egy fehér festővászon olyan egy jó modellnek az arc, hogy nagyon sok mindent ki tudnak belőle hozni. Hogy tud egy ilyen üde, fidám, fiatalos érzetet is adni, meg tud egy ilyen nagyon mogorva arcot is mutatni, és a legtöbbször nem magáról a szól, hanem arról a ruháról, sminkről, egyéb dologról, ami rajta van. Viszont egy ilyen üzleti portréfotózáson meg, ahol kifejezetten maga a személy kell, hogy fókuszban legyen. Hát a személyiségednek kell átjönni és a fotóra? Én abszolút ebbe hiszek, mert meg lehet magunkat játszani, és utána kirakhatod magadról azokat az ilyen ultra komoly képeket, és főleg amúgy férfiaknál látom ezt, hogy így csinálunk róluk egy ilyen mosolygos képet, és jaj, ez nagyon nem én vagyok. Miközben előtte végig hülyéskedtük az egészet, már a ruhaválogatástól kezdve, tehát egy tök laza valaki, és akkor a fotóján meg egy ilyen nagyon komolynak akar látszódni, mert hogy, hogy mert az is egy ilyen elvárás, elvárás, hogy üzletileg is. Uh -huh. Te is ezt mondtad a sötét hátteres képen, hogy, hogy ez milyen jó, mert hogy ez egyfajta elvárás. Miért kell, hogy az legyen? Ugyanez, hogy miért kell, hogy a vezető az egy szigorú, nagyon kemény valaki legyen. Csak ez lehet a jó út. Van, aki ilyen, és annak tök jó, hogy megmutatjuk ezt az arcát. Bár én nagyon élvezem azt, hogy ki lehet hozni egy amúgy olyan nyílt, kedves valakiből is, mint te egy ilyen sötét hátteres, kicsit komolyabb képet is, és aztán eldöntöd majd te, hogy hol használod, de szerintem ez a fontos, hogy tudatában legyél annak, hogy mit üzensz ezekkel a fotókkal. Ha szeretnéd megtudni, hogy vajon a te fotód, amit most használsz a linkedin -e, vagy egyéb közösségi oldalakon mit üzen rólad, akkor ebben nagyon szívesen segítek neked. Létrehoztunk ugyanis egy üzleti portréfotó elemző szolgáltatást, aminek a során én átnézem a jelenleg használt fotódat, és elmondom objektíven, hogy milyen üzenetet közvetítesz róla magaddal. Ha érdekel téged ez a lehetőség, akkor látogass el a tbstudio.hu per cap elemzés oldalra, és itt megtaláld a részleteket. Használd a podcast promo kódot, és 50% kedvezményt kapsz a szolgáltatás árából. Tényleg sokan vannak vele, hogy egyszerűen nem is, nincsenek is tudatában annak, hogy mennyire semmit mondó a képük, vagy éppen túl szigorú. És annyira érdekes, hogy amikor először találkozol valakivel, hogy mi történik most? Te, te mit szoktál csinálni egy, egy üzleti találkozó előtt? Megnézem a profilját. Szerintem nincs ilyen, hogyha nem ismerjük az illetőt, egyszerűen rákeresünk, beírjuk a Google-be, már csak azért is, hogy felkészültek legyünk belőle, meg hogy ne menjünk el mellette a kávézóban, nem? Mert az, az mennyire ciki, hogy... Igen. És hányszor volt veled olyan, hogy Valakivel találkoztál, és, és egy teljesen más. És, és szinte nem ismerted meg, mert egyszerűen annyira más volt. Vagy azért, mert annyira meg volt csinálva, egy ilyen divatfotózás szerű dologa, vagy pedig azért, mert olyan régi volt a képe. És ezek, ugye milyen rossz első üzenet, nem? Egy Igen. ilyen ilyenbe Igen. belemenni. Milyen vezetőnek tartod magad? Mert vannak sokan, akik úgy ezt a, nagyon ezt a Steve Jobs-féle irányt is tanítik, hogy egy ilyen nagyon keménykező vezető legyen. Te, te milyennek tartod magad? Uh -huh. Én egy ilyen leading típusú vezető vagyok, aki uh, vezeti a csapatát, tehát azt szeretem, hogy jönnek velem, nem pussolom őket. Azt mondják rólam egyébként, hogy szigorú vagyok, de hogy következetes, és hogy nagyon értékelik bennem azt, hogy ember maradtam. Tehát, hogy mi egy ilyen családi vállalkozás vagyunk. Tehát a GC Deco többségében még a 75%-ban még a család tulajdonában van. És az, hogy egy családi légkör van, az, az a GC Deco hungary is így van. Tehát mi nagyon ügyelünk arra, hogy a kollégáink jól érezzék magukat ebben a környezetben. Ez nyilván tartozom én is, meg tartozik a menedzsment is, úgyhogy mi egy jó légkört próbálunk a cégen belül megteremteni, hiszen a napunk nagy részét, meg az életünk nagy részét a munkahelyen töltjük. És én voltam olyan munkahelyen és egy olyan vezető fölöttem, amikor azt éreztem, hogy na, egyet biztosan tudok, hogy én ilyen vezető nem szeretnék hmm. lenni. Egy nagyon kemény, nagyon szigorú, nagyon félelmetes személyiség volt vezetőként. Én szeretek ember maradni, vagy szeretnék ember maradni, de úgy tűnik, hogy ez sikerül. Ehhez valószínűleg hozzájárul az is, hogy, hogy én egy pici faluban vidéken nőttem fel, és hozom magammal azokat az értékeket, hogy nekem fontosak a kollégeim, fontosak az emberek. Természetesen profitot kell termelni, és hozni kell az éves tervszámokat, ez egyértelmű, és és annak azoknak jönnie kell, de azért ez nem mindegy, hogy milyen légkörben, meg milyen, milyen vezetői környezetben tesszük. Ugye tudjuk, hogy főleg a felső vezetői körökben nagyon-nagyon alacsony a nőknek az aránya. Volt-e valaha olyan, hogy hogy ennek pármi hátrányát érezted? Nyilván jelen vagy most erőteljesen a, a női vezetői körökben, és, és terjeszted az igét, hogy, hogy megpróbálod terjeszteni minél több női vezető lehessen és, és bátorodjon fel, de volt-e esetleg ennek kapcsán neked bármi tapasztalatod? Én azt gondolom, hogy én szerencsés vagyok, mert egyrészt mindig olyan vezetőim voltak a karrierem során, akik támogattak, mint nőként. Nem, nem, volt különbség, hogy női vagy férfi vezetővel dolgoznak. Nem éreztem a karrierem során annyira, hogy, hogy hátrányos helyzetben lennék, mert, mert nő vagyok. Ugyanolyan menedzsment tag voltam egy telekomban, mint, mint most egyébként a, a GC időkon belül, és egyszer volt talán, amikor kaptam egy új vezetőt a karrierem során, aki, ahol éreztem azt, hogy nincs meg az a fajta támogatás. Az egy, az egy, nagyon verejtékes, nehéz időszak volt, mert amikor egy nőnek azt kell bizonyítani, hogy ugyanolyan jó, az, az mindig egy feszültséget okoz, és, és több lett teljesítményt generál, ami, ami feszültség, az nem, nem, volt jó, de, de alapvetően nincs, nincs ilyen rossz élményem, és nincs ilyen rossz tapasztalatom. Szerintem olyankor menni kell tovább egyébként, tehát, hogy váltani kell egy ilyen feszült munkakörnyezetben, nem szabad sokáig benne maradni. Úgyhogy én nem is sokat voltam utána ott. Sok, sok múlik a vezetőn a környezeten, de ma már szerintem sokat beszélünk erről, én nem is szeretek annyira túl sokat beszélni, hogy milyen női vezetőnek lenni, mert nekem ez annyira természetes, annyira magától értetődő, hogy nem, nem, én cégem belül, tehát időkon belül sem érzem, hogy másképp néznének rám azért, mert én egy női vezető vagyok, nagyon sok férfi kollégám van, akik, akik ugyanúgy elfogadnak, és nem nem látják azt, hogy más lennék. És amúgy volt neked olyan a karriered során, amiről esetleg le kellett mondanod, hogy úgy érzed, hogy annak érdekében, hogy eljuss ide, hol vagy, valamiről mégis csak kicsit vissza kellett adjál? olyan nagy dolgokat nem tudnék mondani ezen, úgy nem is gondolkodtam egyik még, hogy lemondtam-e valamiről a karrierem során. Amikor gyereket vállal egy nő, akkor is egy ilyen vezetői pozícióban, igen, az egy, az egy nehéz, össze, nehezen összeegyeztethető dolog, mert, mert amikor a fiam született, én akkor is gazdasági igazgató voltam egy holland tulajdonú cégben, és amikor azt a döntést meg kellett hozni, hogy visszamegyek-e x hónap múlva, akkor még, még terhesen nem tudtam, hogy mit vállalok. Én azt mondtam, hogy természetesen jövök vissza pár hónap múlva, akkor, amikor megszületett pár a fiam. Hónap múlva. Igen, azt akkor amikor mondani. megszületett a fiam, akkor, akkor, akkor nehéz volt, erre nagyon emlékszem, hogy nehéz volt ezt az ígéretemet betartani, de mivel ezt tettem, ezért visszamentem. Úgyhogy én három hónapot voltam otthon szülési szabadságon, ha úgy hívják, gyakorlatilag nem is voltam szülési szabadságon, és három hónap után elkezdtem picit mindig többet bemenni az irodába és visszamenni. Úgyhogy a fiam az végül babysitterre volt, de annyira cuki volt, mert, mert mást kapott egy babysittertől egész napi foglalkozást, vagy éppen a nagymamájával volt, és mást kapott tőlem, amikor, amikor hazaértem. Nem érzem hátrányát ennek, nem érzem, hogy bármit is, bármivel is kevesebbet kapott volna, de azért ez egy nő életében nehéz döntés. De valahogy így volt természetes, és a fiam egy nagyon jó értékrendű felnőtt lett, és, és azt látom, hogy egy jó ember lett belőle. És a mi szeretett nyelvünk az érintés, úgyhogy nekem ő nagyon fontos, de éppen Londonban él, úgyhogy ebből jut a legkevesebb sajnos. Nagyon fontos számodra az, hogy visszaadjál az embereknek abból a, a, a sokból, amit kaptál. Mesélsz erről egy picit, ez mennyire fontos a számodra, meg hogy, hogy mi az, amit ebből te ki tudsz venni magadnak? Az UNICEF-nél több mint tíz éve vagyok már a kuratórium elnöke. Úgyhogy ez már elég hosszú idő, de nagyon szeretem, hiszen annyira nemes a cél és annyira szép a feladat, hogy nem, nem tudom őket elhagyni, és hár is ők is ragaszkodnak hozzá, és nagyon szép dolgokat csinálunk a csapattal. Ezen kívül mentorálok, tehát mentor vagyok a HBLF-nél, a Menedzser Szövetségnél, és ezeket pedig boldogan csinálom, mert azok az ambiciózus vezető, főleg hölgyek egyébként, akiket mentorálok, mert most van egy, egy úr is, ami egy, megint egy másik feladat, egy új kihívás nekem is, hogy egy, egy férfi mentoráltat, vagy mentit kell mentorálnom, hogy azt érzem, hogy abból, amit én megtanultam, átadhatok. Látom a csillogó szemeket, Látom azt, hogy a történelem ismétli önmagát, tehát azok a buktatók vagy nehézségek, amin én végigmentem a karrierem során, azok ugyanúgy náluk is megvannak, és ezekhez tudok esetleg tanácsot adni, meg, meg jó irányokat mutatni, vagy ha valaki hezitál abban, hogy meglépjen egy bizonyos döntést, akkor abban vagy megerősíteni tudom. Úgyhogy nagyon, nagyon szeretek fiatalokat mentorálni, meg azt abban hiszek, amit mondasz, hogy vissza tudok adni abból, amit én kaptam. Azt érzem, hogy felelősségem is vezetőként, hogy, hogy azt az ajtót azt nyitva hagyjam másoknak is, a fiatal generációnak is. Úgyhogy ehhez, ha hozzá tudok tenni, akkor boldogan teszem. Van esetleg valamilyen nagy igazság, amit így megfogalmaztál magadban, például, ha mondjuk száz évesen a halálos ágyadon megkérdezne valaki arról, hogy ha most csak három olyan dolgot tudnál nekem mondani, ami, ami így, amit megtapasztaltál az életben, vagy magánéletben, vagy pedig így a, a, bizniszben, akkor ki tudnál elmelni ilyet, hogy mi az, ami számodra fontos üzenetű, vagy fontos jelentőségi gondolat? Én azt gondolom, hogy nem szabad az időt sürgetni, hogy türelmesnek kell lenni, kitartás kell mindenben. Az új generáció ma már mindent én felgyorsítottan csinál, és mindent sokkal gyorsabban akar megélni és megkapni. Én meg azt gondolom, hogy a, a, a bölcsességre szükség van, a bölcsesség meg csak az idővel és a korral jön, bár lehet, hogy ez csak az én generációm hiszi és mondja. Miért a 25 éves live coachok azt gondolod, hogy annyira nem hitelesek? De, de azt gondolom, én én szeretem a különböző generációkat, és szeretek velük beszélgetni, én is tanulok tőlük egyébként, és valamire így kedem, hogy ez az én generációm nem, ad, nem voltak ilyen lehetőségek. De azt hiszem, hogy amit, amit még így kiemelnék, az az, hogy, hogy azért, azért az életben azon túl, hogy szerencse is kell, kell kellenek ambíciók. Bennem van egy belső motor, ami hajt. Hm. Én azt gondolom, hogy akiben ez a belső motor megvan, azzal nem lehet probléma. Amit én találcsolnék még, az megint csak valószínűleg a korra jön, hogy úgy minden pillanatot jól kell tudni megélni. Én, én alapvetően optimista vagyok, és, és, a férjenek is szoktam mondani, hogy mindent pozitívan gondolunk, mert ez ennek teremtő ereje van, és lehet, hogy spirituális dolog, de én azért valamennyire ebben hiszek is. Meg a negatív energiák, azok nincsenek jó hatással ránk. Én szeretem olyan emberekkel körülvenni magamat, akiknek pozitívak az energiái, mert én magamról tudom azt, hogy nekem az tesz jót, és azok, te, az, 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 azok. Ja, ami meg nem ilyen onnan el kell menekülni, akkor, akkor az úgy van jól, azokat a nehéz döntéseket időnként meg kell hozni, túl kell lépni, nem szabad a rosszban benne maradni sokáig. Egy kicsit bevezetsz minket abban, hogy egy ilyen mentor program keretében te konkrétan milyen dolgokba tudsz segíteni? Tehát egyrészt kik keresnek meg téged? De ezek a vállalkozók, vagy vezetők? És hogy, hogy néz ki egy ilyen beszélgetés, ez online, személyes, vagy követnek téged egész nap? Mely, melyik fajta történet ez? A, rendszeres találkozóink vannak. Ugye a, a HBLF és a, a Menedzser Szövetség az, aki szervezi és összehozza a mentort és a mentit és kell tudjunk kapcsolódni, kell működjön a kémia az, hogy, hogy meg tudjunk nyílni egymásnak, és mindig azt szoktam kérni, hogy hozzon egy, egy topikot magával, hogy mi az a téma, ami, ami izgatja, amit úgy érez, hogy nem tud megoldani, mi volt az elmúlt héten, és akkor elkezdünk erről így beszélgetni. Egyrészt bemutatkozunk egymásnak, kicsit beengedjük egymást a másik életébe, hogy hogy megismerjük egymást, tehát kell egyfajta ismerkedés. Tehát így indul általában a mentorálás, és tíz alkalmas, és azt gondolom, hogy arra szükség is van, hiszen nem találkozunk túl sűrűn, tehát havonta általában egyszer. Azok, amikről beszélgetünk, azok úgy leüllepednek, és elvisz magával mindig egy-egy gondolatot, és amikor a következő alkalomra megérkezik, akkor azt mondja, hogy Na igen, elvitte magával, és átgondolta, uh -huh. és és Az is neki éppen... feladatot? Tehát ez kicsit olyasmi, mint egy nem, coaching? Nem, vagy nem felalatott. Talán ilyen aki. pici gondolatokat ültetek el a, a fejben, vagy éppen rávezetem arra, hogy hogy amit gondol, az jól gondolja, vagy éppen terelgetem az útján, hogyha hezitál, hogy valamilyen döntést meg kellene hozni, hogy, hogy azt ő maga hozza meg, csak kérdezek, sokat kérdezek, és a kérdés az mindig... Benne van ugyan a válasz is, de az a jó, ha az ember saját maga jön rá dolgokra, mert, mert úgy értékes, meg úgy tudja megélni, meg nem hozhatok meg döntéseket mások helyett. Tehát terelgetni tudom, tanácsot adni tudok, de amikor az ember tanácsot ad, az a gyerekénél is tudja, nem? Azt nem mindig fogadja meg az ember. Meg nehezen. Hagyni kell meg... hibázni. Igen, igen, még igen. akkor is, hogyha látod, hogy nem annyira jó irányt vesz a dolog. Igen, úgyhogy rendszeres találkozók vannak, és, és beszélgetések vannak adott szitukról, szituációkról, döntési helyzetekről, vagy éppen az olyan oda konkrétan, hogy ő vezető szeretne lenni, de mi kell ahhoz, hogy kell ezt elképzelni, vagy éppen amiről beszélgettünk is, ez a munka-magánélet egyensúly is nagyon sokaknak probléma. És azt is látom, hogy igen, vannak olyanok, akik szinte csak dolgoznak, és az a workaholic benne van, és azt érzi, hogy neki teljesítenie kell, és hogy ebből hogy lehet egy picit kibillenteni, mert nekem is volt ilyen időszakom a karrierem során, amikor azt éreztem, hogy egy mókuskerékben vagyok, és csak arra koncentrálok, hogy amit csinálok, az jó legyen, és nem hagytam magamnak feltöltődési időt, és akkor pont egy kócs volt egyébként az, aki rávette arra, hogy hogy akkor az én időre szükség van, mi az, ami a kérdés volt, akkor is én is egy kérdést kaptam, hogy mi az, amit úgy szeretnék csinálni, és nem volt rá időm, vagy nem volt lehetőségem, és a mai napig emlékszem rá, hogy azt a választ adtam, hogy táncolni szerettem volna megtanulni, és hogy nem volt lehetőségem a pici faluban, meg gyerekkoromban táncolni, tanulni, de imádok táncolni, és nem hagyott addig békén, amíg, sőt, keresett nekem egy tánctanárt, még el nem mentem táncolni, és heti egyszer jártam táncórára, magánórára, és az az egy óra engem annyira feltöltött, hogy rebdeste jöttem onnan el, és tele voltam energiával. De egyedül és jártam, nem is egyedül? Városra? Egyedül, egyedül, hm. igen. Tehát az volt az én 50 percem, vagy egy órám, és, és iszonyatosan jól éreztem magam után, úgyhogy évekig jártam tánctanárhoz. A másik komoly kérdés egyébként, ami a kócsnál volt, hogy mennyire foglalkozik az ember a, a saját brendjének az építésével. És mondtam, hogy engem ez így nem annyira érdekel, mert hogy én itt vagyok, működök jól, itt teljesítek, itt bizonyítok, itt, itt minden oké, okay, és itt a cégem belül... Egy logó mögé bújva, tulajdonképpen. is. Igen, de akkor azt kérdezte, hogy jó, de mi lenne, ha az akkori samuti a az mondjuk kilépne ezek közül a falak, az ismeri -e valaki? És mondtam, hogy nem, de ez engem nem érdekel, én itt vagyok jól. Ez mikor és mennyire volt? nem volt igaza? Hát ez most már 15 éve, 18, 18 inkább. Aha. És ma már látom azt, hogy azért erre szükség van, ugye ez a personal branding építés, amihez te jó fotókat készítesz. <laughs> és ezeket a lépéseket meg kell lépni, tehát foglalkozni kell vele, igen, igaza volt, de ehhez kellett mellém egy kócs. Na hát ilyen tanácsokat tudok én is, meg ilyen tanácsokat adok én is, amiket megtanultam én is az élet során. És te magad most amúgy jársz kócshoz, vagy van neked egy mentorod, aki, akivel megosztod a gondolataidat? Most éppen nincsen, Aha, de... Ez itt egy felhívás arra, hogy valaki <gül> szeretne. <gül> de boldogan tanulok, és, és szeretnék tanulni, vagy szeretek tanulni én is. Ugye az, az a szerencsém van, hogy én ilyen közegben jövök, megyek, és nagyon sok ilyen üzleti partnerem, barátom, barátnőm van, akiktől az, akik azért szoktunk beszélgetni és tanulunk egymástól. De néha egy-egy kérdés egyébként engem is segít. Szokták kérdezni tőlem azt is, hogy sportolok-e valamit, tehát megtartottam-e abból, amit annak idején megtanultam, hogy mozogni kell, én időt teremteni kell, és időnként nem árt egy ilyen kérdés, mert az ember hajlamos elcsúszni a, a feladatok irányába, és kevésbé erre figyelni, mert arra mindig nagyon figyeltem, és én eleve Szeretek sportolni, tehát mindig valamit csináltam, hogy, hogy a sport az megmaradjon az életemben. Ennek az az ára, egyébként. Hogy, hogy, én reggeli vagyok, aki reggel kell kérdezni, mikor, mikor? reggel, tudsz. és ezt tudom, hogy rajtam múlik, hogy felkelek vagy nem, tehát így rajtam múlik az, hogy sportolok vagy nem, tehát felkelek, és, és rendszeresen sportolok És ez sportolok mikor van? Reggel. Te a AM klubba beléptél te is? <laughs> 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 reggel 7-től járok hét és nyolc között, vagy ha éppen szorosabban a naftáram, akkor 6-tól 7-ig, aminek a férjem nem annyira örül, mert korábban kell felkelni, de akkor elmegyek 6-tól 7-ig, de nem marad el a sport és a mozgás is. És, az és nekem mit, el... mit csinálsz? Régen súlyzós edzésekben eljártam edzőteremben, most éppen a Pilates, ami nagyon népszerű, arra váltottam át, Jógázni évek óta jógázom, na az inkább este, azt is jobban szeretném, csak már annyira sűrű a reggeli naptáram, hogy nem fér minden reggel, reggelre be. De ezekre nagyon ügyelek, és nagyon szigorú vagyok ebben, és hogy ez ne maradjon el. Kétszer-háromszor pilátesz, és egyszer-kétszer joga, uh -huh. ez mind, minden héten Ilyen megvan. heti háromszor, akkor azért eljutsz Hát minimum, igen, aztán. igen, igen, minimum, úgyhogy... De jó. Igyekszem ezt reggel, és akkor nem borítja fel a napot, hm. sőt, teljesen És mikor fekszel végre? el hogyha én, én, korán fekvő vagyok, és hál' Istennek Zsolt is, úgyhogy mi szeretünk korán lefeküdni, így aztán fel tudunk kelni reggel hatkor, általában 6-kor hat kelünk, viszont a 7-8 óra alvásra így elünk, hogy meglegyen, ez ez, ez 10-11 közötti fekvés. Az. Igen, valakinek ez nagyon korai, de hát az az, az ember meg nem kell, főleg 6 Tehát, hogy mi korán fekszünk, és korán, korán kelünk fel. Mi szerencsére egy hullámhosszon vagyunk, Zsoltal, úgyhogy mi mindketten ilyenek vagyunk, hogy hajnalik kellők vagyunk, úgyhogy időben, időben fekszünk. És tényleg fontos az, hogy az ember 8 órát aludjon, meg kell a pihentető alvás. Úgyhogy egészséges életmód, pihentető alvás. Annyira ideál kép, amiket mondasz. Hogy no, azért minden nem ennyire tökéletes, de a tökéletesre törekszünk. Úgyhogy az egészséges életmód az nekem, nekem nagyon mm -hmm. fontos, egyre fontosabb. És ezt mondjuk az étkezésben hogy oldod meg? Viszel magaddal? Én minden nap viszem magammal az irodába, nem csak azért, hogy gyorsabban tudok ebédelni, meg nem kell ebéd után kajtatni, hanem azért is, melyik, hogy tudom, hogy mit teszem, azt teszem, amit én készítettem, és nem csábulok el a rossz felé. Fontos, hogy, hogy a sport mellette az étkezésemre is nagyon odafigyelek, mert hízásra hajlamos vagyok, úgyhogy nagyon igyekszem arra, hogy hogy ne hízzak el, és ne legyenek ilyen problémák, de ehhez az, az hozzájárul, hogy főzök magamnak, és és tanulom, hogy hogy lehet gyorsan jót készíteni, úgyhogy én viszem magamnak az ja, ebédet. És mindenek. mikor jön ki a szakácskönyved? Vezetőknek szóló? Ja, olyanom nincs. 20 Szerintem perces Zsolt előbb én, vezetői ebédek címmel. Én már el tudom képzelni magam előtt. Igen, Címla fotóra. tudok egy, egy fotóstak is. Jó. Jó. Nem feledkezem meg róla. Hogy így beszélgettünk ezekről a dolgokról, az lehet az emberben, hogy te már tehát tényleg mindent elértél az életben, amit csak lehet, és hogy egy ilyen nagyon harmonikus sikeres életet élsz. Hogy látod mondjuk a következő tíz évedet, hova szeretnél eljutni, mi az, ami, ami még így motivál téged? Ó, ez egy nehéz kérdés, mert nincsen öt éves, tíz éves tervem. Szeretem azt, ami most csinálok, ez legyen a GC-dökó, legyen a saját kis vállalkozásom, um, szerencsés vagyok, és szeretem, ahogy akikkel dolgozom, tehát jól érzem magam abban a környezetben, jól érzem magam a bőrömben, ahogy beszéltük, ez egy önismereti út valószínűleg, hogy 5-10 év múlva mit szeretnék csinálni, én, én, szeretném, ha ez a cég, a GC Deco tovább növekedhetne, a kollégák, nem csak mi, meg a cég, hanem ők is sikeresnek éljék meg ezt a elkövetkezendő tíz évet, és jól érezzék magukat a cégben. Nincs ilyen a fejemben, hogy a profitnak hova kell növekedni, a tulajdonosomnak biztos, hogy van. Mi jó pofa innovatív megoldásokat szeretnénk továbbra is csinálni, Szeretnénk egy biztonságos környezetet, biztonságos légkört teremteni a kollégáinknak, és ezt tudjuk megtartani. A saját kis vállalkozásomat szeretném tovább növelni, fejleszteni, tanulni és a hibáinkból tanulni valahova eljuttatni ezt a márkát, ezt a brendet, akár külföldre kivinni, erre tesznek, teszünk lépéseket. Nem tudom, hogy a 24 órát hogy lehet neki bővíteni, mert arra néha lenne szükség meg igény, hogy az a 24 óra az többből álljon, hogy ezt a sok mindent, ami a fejemben van, és ötlet azt meg tudjam valósítani, vagy ki tudjam próbálni. Látom magamat külföldön sokat utazni, hmm. én szeretnék Aha. még többet utazni, így a fiatal generációt irigylem, mert ők tudnak időnként kivenni egy, egy hónapot, és akkor két munkahely között utazni, mint a fiam is megcsinálta, és ezért irigylem őket. Én nem tudom elképzelni azt, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben megtehetem, hogy egy hónapot mondjuk ne dolgozzak, vagy hármat, bár vannak cégek, ahol ezért ez a szabatika, ez működik, én őket nagyon iridlem, Azt úgy vágyom, hogy esetleg legyen nekem is egy olyan szabatikám, vágynék, de nem tudok vele nagyon én magam sem azonosulni, nem tudom elképzelni magam, viszont, viszont vágyom arra, hogy legyen egy hónapom kettő-három, amikor, amikor csak utazom a világban, és, és, úgy elengedek mindent. kívánom, hogy, hogy ezek sikerüljenek a számodra, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat velünk. Én is köszönöm neked, Balázs, a lehetőséget meg, hogy én lehetek az első vendéged, és nagyon-nagyon megtisztelő, hogy, hogy én beszélgethetek itt most első alkalommal veled. Úgyhogy én is kívánok neked sok sikert ehhez a podcasthoz is, mert ez egy zseniális ötlet szerintem, és nagyon-nagyon jó a Adom az Arcom podcast cím is, úgyhogy teljesen visszaadja azt, amit te itt magad köré teremtesz, és és megalkottál, úgyhogy gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönjük. Ez itt az Adom az Arcom podcast. Portrék vezetőkről úgy, ahogy eddig nem láttátok őket. Merüljetek el velünk a személyes történetekben és az igazi kulisszatitkokba. A házigazda Tóth Balázs, Magyarország első számú üzleti portréfotósa, aki ezúttal nem csak a kamerát, hanem a mikrofont is megragadja, hogy megismerhessétek az igazi arcokat a márkák mögött.